Szervusz Péter, hogy te a herceget játszod az Ivonban. Mit gondolsz, hogy ilyen nagy távlatból a mai nézőnek mi a mondani valója? Hát szól sok mindenről, úgy gondolom az előadás, de legfőképpen talán, vagy amit a mi előadásunk is taglal, az a hatalom és a nép. Tehát a tulajdonképpen ez a törésvonal, hogy minden társadalomban meg vagy mindig van egy népcsoport, aki vezeti az államot, aki uralkodik, és mindig van az a fajta, az a népcsoport, aki felett uralkodnak, vagy aki valamilyen szinten kiszolgálja, de ugyanakkor fenntartja ezt az egész államot, és ennek ez a lehetetlen viszonyát megérzik a mindenkori, és újra-újra felhúzódó kérdések, talán ezzel foglalkozik leginkább. Te a szerep szerint milyen, úgy kérdezem inkább, hogy a szerepen milyen érzések, érzelmet ennek rajtad végig? Hát rengeteg érzelem. De ezzel kapcsolatban? Legfőképpen ugye, tehát ez egy fiatal, mondjuk úgy, hogy trónörökös, aki valamilyen szinten lázad az ellen a közel ellen, amiben beleszületett és amiben léteznie kell, és megpróbálja a dolgokat másképpen csinálni. Hogy ez most csak szimpla lázadás, vagy tényleges meggyőződés, ez még egyelőre számomra is kérdés, meg lehet, hogy ez így van jó, hogy erre egyelőre még nem kaptam, vagy nem tudtam önmagamnak se válaszolni. Valamit akar, hogy aztán ez hogy sülön, az meg kiderül. Hát, hogy sülön, az meg kiderül akkor az előadáson, ahol sok szeretettel várunk mindenkit. Péter, köszönöm.